alakuló ülést tartott a Tolna vármegyei cigány nemzetiségi önkormányzat. Elnököt és elnökhelyettest választottak a nap során. És innentől kezdve kezdődik a munka, mindent megteszünk, hogy a Tolna megyei cigányokat felzárkóztatjuk, gyerekeket tanítsuk, tehát ami ezzel jár, a munkákat fogjuk lelkiismerettel sem végezni. Kovács Béla, az újdonsült elnök számolt be arról, hogy mik a terveik a jövőre nézve. Elsődlegesen a gyerekek tanítása, tisztánjárása az iskolába, és a kultúránkat, a kulturális dolgainkat fejlesszük. A romák közötti együttműködést is fontosnak tartják. És mindent megteszünk annak érdekében, hogy mindenki álljon úgy a dolgokat, hogy integrálni tudjuk a romákat, cigánytelepekről a szemetet, takarítást, arra ösztönözik őket, hogy minden ilyen dolgot meg tudjunk oldani. Az önkormányzat a roma összetartozást is szeretné erősíteni a jövőben.